Zsivajjal telt meg szombaton a karcagi sportcsarnok. Jól lehet, nem a szószoros értelmében vett sportesemény zajlott a létesítményben. Advent vasárnapjának előestéjén apró lábak topogtak a csarnokban. Advent időszakát éljük, és nem olyan régen érkezett Karcagra a télapó is a gyermekek nagy örömére. És hát természetesen ebben az időszakban a Dérinő Kulturális Központ munkatársai, Karcagváros önkormányzata gondol azokra a gyermekekre, akik szeretnék egy kicsit szabadon, vidáman, játékos keretek között eltölteni a szabadidőt. Az ő részükre került megrendezésre idén, immár hagyományosan, az adventi játszóház, ahol különféle eszközöket, játékokat, szabadidő eltöltésre alkalmas, akár egész családot megmozgató játékokon lehet részt venni. Várjuk tehát a családokat, a gyermekeket egy közös játékra. És külön köszönöm a szervezőknek, illetve azoknak a civil szervezeteknek, akik vállalták, hogy részt vesznek ebben a nagyon szép és mozgalmas délelőttben. Játékból nem is volt hiány. Ha valakinek úgy hozta kedve, lengőt ekészhetett, vagy babzsákot dobálhatott bödönbe. Aki alkotó energiáinak akart teret adni, az rajzolhatott, vagy éppen karácsonyi dekorációt festhetett elmélyülve. A mai délelőttön Karcagért közalapítvány, illetve a Dérinő Kulturális Központ közösen szervezett egy adventi játszóházat a város kicsinyei számára, ahol különböző tevékenységekkel vártuk az ide érkezőket. Aki ellátogatott hozzánk, mindenki kapott egy finom palacsintát, ízes, illetve kakaós ízesítéssel, illetve be lehetett kapcsolódni a népi játszótérnek a kézműves tevékenységeibe. Ellátogatott hozzánk a Máltai Szeretett Szolgálat Karcagi Szervezetének csapata. Ők is kézműves tevékenységgel várták a gyermekeket, illetve óriás társasjátékkal és csillámtetoválással. Itt van velünk a Bolyongó Labirintus, illetve Kócos Manó fodrászai is, akik különböző gyönyörű frizurákat készítettek a lányoknak, fiúknak. Itt van velünk Maja néni, aki arcfestéssel készült a gyermekek számára, illetve megvalósult az eredményhirdetés is a délelőtt folyamán a nagyvénkert fejlesztése pályázat keretén belül. Illetve kinn az előtérben mézes kalácsot süthetnek a kicsik nagyok, illetve ki is díszíthetik ezeket. Természetesen a mai program megvalósításához kaptunk felajánlásokat is, hiszen csak így tudunk szép tartalmas programokat megvalósítani. Szaloncukor felajánlást kaptunk Berzétei Sándor egyéni vállalkozótól, illetve Györfiné Kolozsi Ágnestől. A mézes kalácsba valókhoz hatalmas mennyiségű mézet kaptunk Bokor Péter egyéni vállalkozótól is. A Bolyongó Labirintus neve félelmetesen hangzik, de korán sem olyan veszélyes próbatétel. Bárki, aki volt olyan bátor, hogy bemerészkedett az útvesztőbe, végül csak kitalált onnan. Senki nem került a mondabeli Minotaurus karmai közé.